teraszperemek alakítására már sok videó szólt, most nézzük meg azt, hogy az a speciális szigetelés, az a lemezes szigetelés, ami itt az egészet megvédi, az egész tetőt megvédi a beázástól, illetve a belső terünket, a nappalinkat mondjuk, megvédi a beázástól, az hogy is kell, hogy kinézzen, amire aztán felépülnek a további rétegek, végül pedig valamilyen kőlap vagy kerámialap, tehát valamilyen burkoló elem zárja ezt a sort, amin aztán persze majd lépdesnek az adott használók. Valami korlát is készül persze. Tehát lényeg az, hogy a járósík alatti szigetelés, és itt most nem a kent szigetelést értem, ha ragasztott burkolat készülne, hanem azt a lemezes szigetelést, amit megfelelően el kell készíteni ahhoz, ha ezen mégis átjutna a nedvesség, az aztán el tudja vezetni a megfelelő helyre, víznyelőbe, összefolyóba, ami aztán majd a elvezető hálózatba jut. De nézzük meg most ennek a szigetelésnek a főbb kialakítási lehetőségeit, elveit. Tehát amennyiben azt a lemezes szigetelést stabilan akarjuk tudni, annak kell egy olyan stabil ajzat, ami erre alkalmas. Egyik részben ez lehet egy olyan beton réteg, amit dilatálunk, több helyen is akár, és ezt tudja fogadni a szigetelésünket. Erre legtöbbször, mondjuk ha PVC szigetelés készül, kell egy filcréteg, egy olyan elválasztó és sérülésektől megvédő réteg, amire aztán majd a szigetelésünket rá tudjuk teríteni. És itt persze majd kell egy olyan hajlatképzés, amit az adott rendszernek, a hajlatképző rendszernek, vagy adott rendszernek a hajlatképző eleme fog biztosítani. Például egy fólia bádog, amit rögzítünk egy stabil szerkezethez, jelen esetben az attika falhoz, és ehhez tudjuk hegeszteni, hozzá dolgozni forró levegős hegesztéssel a PVC szigetelésünket. És erről fog elindulni aztán majd az a lábazati szigetelés, amit szintén ehhez hozzádolgozunk, és felvezetünk a kellő magasságig. Ugye korábbi videókban volt szó, hogy a burkolati síktól ez legalább 25 centi legyen. Most akkor éren itt is véget. Itt is persze kell filc alátét a alsó védelem kedvéért, meg ha nem teljesen stabil vagy egyenletes ez az ajzat, sima ez az ajzat, akkor ebben segítsen. És itt is ugyanilyen fólia bádogot kell majd alkalmazni. Tehát olyan fólia bádoghoz tudom ezt hozzá dolgozni, hozzá hegeszteni, amit már előzőleg rögzítettem a falhoz, tehát hozzá dübeleztem a falhoz 20 cm-enként, tehát kellő sűrűséggel. Itt is az a 20 cm vagy annál sűrűbb rögzítés szükséges. Tehát ezek a kis fólia bádogok, ez egy ilyen 5x8-as elem, L alakú, ez pedig egy ilyen durván 10 centis elem, visszaperemezve, azért, hogy itt a mögé ázást meggátolva háttámaszt és szilikon kittet tudjak elkészíteni, hogy itt ne ázhasson mögé ez a szigetelés. És akkor erre fogom felépíteni a többi réteget, majd amit kiválasztottam, mondjuk zúzott követ betonlapokkal, de ez most egy másik történet, és még nagy kérdés, hogy mi van a hőszigeteléssel, amit több helyre tehetek, vagy azt mondom, hogy a szigetelés fölé helyezem el, akkor ez egy XPS lesz, vagy lehet. Ha pedig alá, akkor vagy a beton alá teszem, vagy pedig a beton helyett lejtésbe alakított hőszigetelést választok kellő mértékű nyomószilárdsággal, és az tudja fogadni a szigetelést, jelen esetben a PVC szigetelést. De ez egy lehetséges rétegrendi kialakítás, itt van valahol az a víznyelő, amit így sejtelmesen ide képzelünk, most ezt nem oldjuk meg, de lényeg, hogy oda vezetődik az a lejtés, ami legalább 2%-os. Ha emlékszünk a burkolati lejtésre, az 1,5% szokott lenni. Ez azt jelenti, hogy itt ez az zúzott kő, ez felveszi azt a lejtés különbséget, hiszen ez a lejtés, ha mondjuk egy, akkor egész más, mint a kettő, tehát ez a két lejtés nem ugyanaz. Tehát itt lesz egy olyan réteg, ami ezt a lejtés különbséget korrigálja, helyre rakja, de minden esetre ez egy lehetséges kialakítási mód. Most nézzük meg azt, hogy ehelyett a szigetelés helyett, ha egy másik szigetelést alkalmazunk, akkor mi történhet. Tehát egy ilyen másik szigetelés, az lehet a bitumenes szigetelés például. Ugye itt is rajzoljuk fel az előbbi lejtbetont, hogy legalábbis elveiben hasonlítson a dolog. Tehát ez a lejtbeton, ami fogadja majd a bitumenes lemez szigetelésünket. Teraszoknál mind a két fajta szigetelés teljesen jó használható. Itt is kell egyfajta előkészítés, egy kellősítés, ez egy bitumen massza, amit fölkennek a felületre, és abba ágyazzák bele a szigetelést, bitumenes lemeznél minden esetben két réteget. Tehát ezt a két réteget kell elhelyezni, ennek a lejtése is legalább 2%, ez fog a víznyelőhöz minden vizet odavinni, ahol az a tölcsér majd aztán ott elkészül. És ennek a szigetelésnek van egy olyan specialitása, hogy ahogy rögzítjük a hajlatban, hajlatéket kell vagy lehet alkalmazni, ami hajlatékre vezetjük fel aztán a szigetelést, amin aztán a toldás is megtörténik, és innen indul a lábazati rétegeknek a kettő rétege,
és szépen azt felvezetjük szintén a burkolati, a leendő burkolati rétegtől felfelé legalább 25 centig magasságig, és itt is kell egy éltömítés, egy sinnel mondjuk megfogom 20 centinként, és itt pedig a falhoz hozzá tömítem, tehát ez a falsík, hozzá tömítem egy szigetelő, bitumenes szigetelő masszával, hogy itt se tudjon bekövetkezni beázás. Ez a sín az általában olyan 3 centi magas, profilozott, tehát van egy ilyen fél centi, 1 centi elállása, és itt még azt is meg kell oldani, mint az előző esetben is, hogy mi a lábazati védelme ennek az egész szigetelésnek, ezen mutatom, mert itt még van hely rajzon, tehát mondjuk lehet ez egy félmemez lábazat, amit ide rögzítettem, és innen nézve takarja esztétikusan ezt a szigetelést, illetve ezt a szigetelést megvédi a mechanika sérülésektől, tehát ez itt is el tud készülni, tehát ez egyfajta lábazatképzés lehet, de szokott lenni hőszigetelés, amit bevakolnak, szokott lenni műkőfetkőnek a lenyúlása, ami a fetkőről nyúlik le. Most ha emlékszünk korábbi videókra, ahol a fetkő úgy készült, hogy lehajtottuk kicsit, volt benne vízor. Itt most egész egyszerűen ez a lelógó rész ez hosszabb, és itt alá bebújik a szigetelés, és itt hozzá jön a burkolat. Tehát ez a burkolati sík, ami persze lehet mondjuk 1%-ot valamerre. Tehát a lehet a műkő, fetkő maga is egy lábazat képző elem, ez egy jó és gyakorta alkalmazott megoldás szokott lenni. Tehát aszimmetrikus módon lehet vízorral vagy anélkül, itt muszáj a vízor, de minden esetre egy olyan fetkő, ami innen nézve látványilag egy esztétikus felületet ad, és innen nézve mechanikailag megvédi a szigetelést a különféle sérülésektől, ami kiszakadhat, tönkre mehet, de erre egy fém lábazat ugyanúgy jó, vagy amit előbb említettem, egy olyan hőszigetelő lábazat szintén jó, amit ilyenkor el lehet készíteni, tehát ha van egy attika falunk, a szigetelésünk valahova ide feljön, egész egyszerűen egy hőszigetelést oda helyezve, és úgy rögzítve, hogy nem szúrom át a szigetelést túl mélyen, hanem akkor túl kell vezetni és itt rögzíteni ezt az egészet, és azt vakoljuk, burkoljuk, építőlemezzel látjuk el, bármi lehet. Lényeg az, hogy ez a burkolati sík, ami itt van, és lejt 1%-ot, itt kialakuljon egy olyan esztétikus felület, amit aztán mondjuk egy fémlemez munkával letakarok. De lényeg az, hogy a lábazat képzés az extra itt a teraszoknál, de a szigetelést meg kell védeni, és ez a szigetelés fogja megakadályozni, hogy beázás következzen be. Tehát ez egy kicsit összetett problémakör, maga ez a burkolat alatti lemezes szigetelés, de teraszoknál ez minden esetben kötelező, hiszen ne felejtsük el, hogy itt belső tér van alattunk, ez külső tér, tehát innen a csapadék, az eső, a hó érkezik, tehát ezt meg kell fogni egy komoly, egy lemezes szigeteléssel, ami lehet bitumenes lemez, vagy lehet PVC, de minden esetre gondoljunk arra, hogy többféle technológiával is működhet mindez, csak annak adott rendszerét, adott szabályrendszerét alkalmazzuk minden esetben.